csatornázás, változások a belváros közlekedésében. Átvállalták, 2,3 milliárddal csökkent a város adóssága. Új kapus, lezárult az átigazolás az OFK esélynél. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket a Városi Televízió péntek esti híradójában. A címszavak után lássuk részletesen a város híreit. Megkezdődött a csatornázás a város legnagyobb kereszteződésénél. A Huba utca, Vásárhelyi út, Móricz Zsigmond utca, Rákóczi utca, Lámpás csomópontján keresztül vezetik az új csatornacsöveket. A munkálatok miatt alaposan átalakul a belváros közlekedése. Útzárra, forgalmi változásokra, elterelésekre kell számítani. Nézzük a pontos részleteket. A kivitelező július 5-én pénteken délután kezdte a csatornázási munkákat a város legnagyobb közlekedési csomópontjában. A Huba utca, Vásárhelyi út, Móricz Zsigmond utca, Rákóczi utca, Lámpás kereszteződésében szennyvíz csatorna aknát és gerincvezetéket fektetnek a hétvégén. Az építkezés idejére a kereszteződésben megváltozik a forgalmi rend. Július 5-e és 7-e között sáveltolásokra kell számítani, ezeket sárga festékkel jelölik, a Huba-Rákóczi kereszteződés forgalomirányító lámpái pedig éjszaka is működnek. A Huba utcán a Könd utca irányába halad majd a csatorna rekonstrukció. Ahhoz szükséges, a régi aszbesztcement csöveket kiszedik és kőagyag csöveket fektetnek a helyükre. A Huba utca két sávját, ami a Könd utca felől halad a Rákóczi utca irányába, a két lámpás kereszteződés között július 30-ig a munkavégzés miatt teljes szélességében lezárják. Változik a forgalmi rend is. A Könd-Huba kereszteződésben a felüljáró felől érkezve lezárják a középső, egyenesen haladó sávot. Itt csak balra a piac és jobbra a kórház felé lehet kanyarodni. Aki a felüljáró felől Szeged, illetve Szentes irányába haladna, az a Huba-Könt lámpás kereszteződésben jobbra kell kanyarodjon, majd a kórház előtt a Kórház utcán jut ki a Szentesi útra. A csatornázás idejére a Kórház utca egyirányú lesz, a Könd utca felől lehet csak behajtani. Szintén egyirányúvá válik a Bajnok utca, a Tűzoltóság és a Tisza iskola közötti rövid szakasza. Itt a Szentesi út irányából lehet haladni a Vásárhelyi út felé. A rendőrség és a kivitelező is azt kéri, hogy a város ezen részén senki nem megszokásból közlekedjen, hanem figyelje a táblákat és a változásokat. Lezárták a Bajcsi-Zsilinszky utca egy szakaszát is. A Székács iskolánál törték fel az utat hétfő reggel, kicserélik ugyanis az út alatti előregedett szennyvízcsöveket. A munka tervek szerint július 21-ig tart, teljes az útzár, az autóbuszok is kerülő úton közlekednek. Hónapok óta tart Orosházán az Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott 6,6 milliárd forint költségű szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése. A külvárosi utcák után a munkák most már a belvárosban is megkezdődtek, ami útzárakkal és forgalmi terelésekkel jár. Hétfőn a város egyik forgalmas útszakaszán indultak el a munkagépek. A Bajcsi-Zsilinszky utcán végezzük ezt a csatorna rekonstrukciós munkát. Egy felújítási munkálat lesz, a régi csöveket fogjuk kicserélni, és új csatornacsöveket fogunk elhelyezni. A csöveket a hajnal közemeletes házainak Bajcsi utcai szélétől a Székács utcai iskola kapu bejárójáig cserélik ki. De nem csak az út alatti fővezeték, hanem az emeletes házak és az iskola bejáróján lévő bekötőhálózat is megújul. A lezárás oka, hogy az út egy szakaszát a Székács iskolánál feltörték. A munka 3 hétig, azaz július 21-ig tart, a Bajcsi utca érintett szakasza ezen idő alatt teljesen le lesz zárva. Az autóbuszok kerülő úton közlekednek, a Székács iskola előtti megállót ezen időszakban nem érintik. A csatornázási munkák a városban több helyen folynak, ezekről részletesen az oroskafé.hu hírportálon és az Orosház élet hetilapban tájékozódhatnak. Orosháza adósságának 65%-át vállalta át az állam. Az önkormányzatok konszolidációja során városunk adósságállománya 2 milliárd 277 millió forinttal csökkent. Az ezzel kapcsolatos intézkedésekről a június végi ülésen tájékozódott a képviselőtestület. Átvállalja az állam az önkormányzatok adósságait, az 5000-esnél kisebb lélekszámú településeket teljesen, a nagyobbakat részben tehermentesítik. Orosháza esetében jelentős a tétel, a város adósságának 65%-át vállalja át az állam.
Számszerűsítve ez azt jelenti, több mint 2.277 millió forinttal csökken az adósságállomány. Erről is tájékoztatta dr. Dancsó József polgármester a képviselőket a múlt pénteki testületi ülésen. Az adósság konszolidációba a kórház fekvőbeteg ellátásához kapcsolódó 169 millió forintos adósságállomány teljes mértékű átvállalása is beletartozik. Szezonnyitó fórumot tartottak a Dinnye ágazat résztvevői július 1-én Medgyesegyházán. Hazánkban Békés megye a dinnye termelés központja, megyénkben több mint 2500 hektáron termelnek dinnyét, 9000 embernek adnak megélhetést ezzel. 10 éve csökken a dinnye termő területe, tavaly már csak 5000 hektáron termeltek a gazdák. Erről és az idei év előrejelzéseiről is szó volt július 1-én a Medgyesegyházi szezonnyitó fórumon. A dinnye ágazat képviselői az elmúlt évek tapasztalatait összegezték, és lehetőségekről, igényekről is beszéltek. 2 évvel ezelőtt a vidékfejlesztési tárca úgy döntött, hogy mindenben segíteni fogja, amiben csak lehetősége van a dinnye ágazatból élő embereket, sőt első körben 2011-ben tartottunk egy nemzeti dinnye fórumot is itt Medgyesegyházban, ahova több mint 1000 gazda jött el, ahol elmondhattuk azokat a véleményeinket, javaslatainkat, amivel próbáltuk segíteni a vidékfejlesztési tárcának a munkáját. Ehhez képest 2012-ben már azt elértük, hogy megérte görögdinnyét termelni, megállt a csökkenés a termőfelületekben, sőt 2013-ban 15%-kal többen termelnek görögdinnyét. Simonka György azt is hozzátette, igyekeznek elérni az EU díj alóli mentességet. Mártonfi Béla, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke arról tájékoztatott, tavaly sikeres évet zártak, és idén is jó termésre számítanak. Bár az időjárás idén nem volt olyan kedvező, mint az elmúlt években, lassabban tavaszodott ki, de azt kell mondjam, talán klasszikus időben, Szent György napján palántázták ki a dinnyét. Természetesen a változó időjárás az kicsit késlelteti most a termést. Úgy gondoljuk, hogy mit korábban június végén, július elején megjelent a dinnye, most olyan 10-től lehet igazán számítani. Szó volt arról is, a kispiacok mellett az üzletláncokban ismét magyar dinnyét kaphatunk majd. A tájékoztatón részt vett Medgyesegyháza polgármestere, Ruk Márton is, aki úgy fogalmazott, korábban rengeteg panaszt hallott a termelőktől, de eredményes együttműködésnek köszönhetően elnémultak ezek a hangok. Mi az elmúlt években nagyon-nagyon sok munkát fektettünk abban, illetve sok segítséget kértünk abban, hogy ez az ágazat stabilizálódjon. Én úgy gondolom, elindultunk egy jó úton. És itt a területeket említve, ugye ez Medgyesegyházának kell, hogy legyen a legfontosabb, hiszen az itteni emberek ebből élnek, ez az életünk gyakorlatilag. Kiváló minőségű magyar dinnyét akár jövő hétvégétől is találhatunk a piacokon és a boltokban. Megsérült egy kerékpárral közlekedő gyermek kedden Kétegyházán, nem adott elsőbséget egy neki jobbról érkező autónak. Ennek apropóján újra érdemes átvenni a kerékpározással kapcsolatos alapvető tudnivalókat. De nem csak a közlekedés terén van szükség nagyobb odafigyelésre, a nyári hónapokban rejlő veszélyekre Kis Rozália rendőrfőhadnagy hívta fel a figyelmet. A nyári szünidővel megkezdődött a kerékpár és a strand szezon is, és mindkét területen fokozott óvatosság kell. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék és tartsák is be a szabályokat, akár kerékpárral, akár gyalogosan közlekednek. A felnőttektől is kérik, legyenek óvatosabbak. Orosházán is zsúfolt a játszóterek környéke, vezessenek körültekintőbben. Nem csak a tanév kezdetén, hanem a tanév végén is, illetve hát egész évben a szülőknek a feladata tulajdonképpen a rendőrök mellett, hogy a gyerekek gyalogos és kerékpáros közlekedésének a szabályait megtanítsuk a gyerekeknek, illetve felhívjuk a figyelmüket, hogy nyáron a gyalogos és kerékpáros közlekedésnek milyen baleseti forrásai vannak az ő részükről, hogy áldozatok ne legyenek. Itt gondolok Orosháza belvárosában például, illetve Orosházán a gyalog és kerékpárút használatára, az elsőbségadásra, az irányjelzésre, hogyan kell gyalogátkelőn átkelni, akinél kerékpár van, például le kell szállnia és áttolni. Egy járda és kerékpárút kereszteződése is nagyon balesetforrás lehet. Arra szeretnénk ilyenkor a szülőket megkérni, hogy mielőtt a gyerekeket útnak indítják, akár baráthoz, akár vásárolni, akár csavarogni például jó értelemben, ezekre a alapvető szabályokra legyenek kedvesek felhívni a figyelmet. A nyári szünidő jelentős veszélyforrását a szabad vizek és a strandok is magukban rejtik. Rendkívül fontos, hogy csak arra kijelölt helyeken, strandokon fürdőzzenek.
Orosházán, a Szentesi úti bányatavakban és a Gyopárosi tóban is tilos fürdőzni. Erre táblák is figyelmeztetnek. Nagyon fontos a vízi eszközök használatának a szabályait betartani, mentőmellény, kötelet vinni, elemlámpát vinni, éjszakai fürdőzés balesetveszélyes, ha ezt nem a szabályoknak megfelelően tesszük, és nagyon-nagyon fontos, hogy egyedül ne induljunk el vízpartra. Volt már olyan baleset, amikor nem tudták a gyerekek, és megijesztették egymást, és próbálták víz alatt ki, meddig bírja, ebből is tragédia történt. Ne történjen ilyen, tehát mindig a szabályoknak megfelelően, és élvezzük a nyarat. A vakáció hosszú, a szakemberek kérik a szülőket, nagyszülőket, mindig tudjanak arról, hogy a gyerekek kivel és hová mennek, és beszéljék meg előre, hogy vigyázzanak magukra. Az elmaradt áramszámla kifizetésében nyújt segítséget az áramszolgáltató. A hátralék kezelő programra már lehet pályázni. Idén 47 millió forint jut a nehéz szociális körülmények között élők támogatására. Hálózat a közösségért, ez a program neve, amit az EDFD MÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közösen indított. A cél segíteni a nehéz anyagi helyzetbe került családokat, hogy számukra is elérhető legyen az alapvető villamos energiaszolgáltatás. Idén 47 millió forint jut a programra. Azok pályázhatnak, akiknek előre fizetős mérőórájuk van, és a korábban felhalmozott hátralékot rendeznék a támogatásból. A program sokaknak segíthet a kikapcsolás elkerülésében. Újdonság, hogy ebben az évben a fogyatékkal élő védendő fogyasztók is igénybe vehetik a támogatást. Tavaly a Délalföldön 2860 ügyfél rendezett összesen 114 millió forintnyi hátralékot. Pályázni a Máltai Szeretetszolgálat honlapján vagy a családsegítőkön keresztül lehet. Új kapust igazolt az orosházi FKS-e. NB1-es férfi kézilabda csapatunknál ezzel lezárult az átigazolási időszak, az alapozást pedig július 15-én elkezdik. UFKS-e gól még az előző NB1-es férfi kézilabda bajnokságból. A mostani szezonra július 15-én indítja az alapozást élvonalbeli férfi kézilabda csapatunk új edzővel és több új játékossal. Legutóbb szerda reggel az új kapust mutatta be a klub. A legújabb igazolásunk az a legutolsóbb a szezonban, Tibor Ivanisevic. Belgrádból, a Partizánból, az Vézdából érkezett, egy éves szerződést kötöttünk vele. A szerződését szerda reggel írták alá. A hálóőr úgy fogalmazott, nagy előrelépésnek tekinti, hogy Orosházán folytathatja pályafutását. Szerbiából érkeztem, 8 éves korom óta foglalkozom kézilabdával. Úgy gondolom, egy nagy ugródeszka, egy nagy lehetőség, hogy ide kerültem. Szimpatikus a város, nyugodtan lehet foglalkozni a sporttal. Bemutatkozott szerda délelőtt a csapat új átlövője is. A 24 éves balkezes átlövő a szerb reménységek között szerepel. Egy évre kötöttek vele is szerződést. Az előző években a Szuperligában játszottam Szerbiában, most egy éves szerződést írtam alá Orosházán. Az egyik jáfriski kup, ilyen szemben a szádalva szezonnak podpész az Orosház. Nagyon tetszik a város, a csarnok is. Remélem, nagyon sok szurkoló kijön majd a mérkőzéseinkre. Az UFKS-e vezetőedzője szerint nagyon nehéz munka vár rájuk a felkészülés időszakában. Jó napot! Príprema će početi 15. júla. Az alapozás 15-én kezdődött, amit megelőzött, hogy egy edzéstervet kapott minden játékos, két hete mindenki saját maga otthon készül. Se igrači adekvatno pripreme za start priprema. Da održe jeden dobar fizički status. Úgy gondolom, nehéz munka vár ránk az alapozás során. Pozitívnog nivóa krenemo u náporan rád, koji nas očekuje. A felkészülés július 15-én kezdődik az orosházi FKS-a Linemár NB1-es férfi kézilabda csapatánál. Orosháza új főteréről már csak egyetlen elem hiányzik, az üvegkörtefa. Az egyedülálló alkotást augusztusban avatják fel a tér közepén. A közelmúltban ellátogattunk Szilágyi András üvegművész műhelyébe, és megnéztük, hogyan is készül a műalkotás. A dömsödi műhely minden zugát különböző kisebb-nagyobb üvegtárgyak, üvegalkotások töltik ki. A legfeltűnőbbek azonban azok a nagy üvegtáblák, amelyek a körtefa elemeinek nyersanyagai. A 6 mm-es ósztatott flót üveglapok Orosházáról, a Guardian gyárából érkeztek, ezekből állítják össze az üvegfa egyes elemeit. Ez három rétegű üveg,
két 6 mm-es és a második rétegen pluszban még 6 mm-es üvegelemek vannak, amire esetenként még egy réteg kerül, úgyhogy van olyan hely, ahol 4 réteg van, tehát körülbelül olyan 2,5 cm a maximális vastagság az üvegelemeknek. Az üvegkompozíció 45 darabból fog állni. Nagyjából 3 tonna súlyú, legmagasabb mérete 5 méter, a lombkoronák legszélesebb része pedig 150 cm. Az elemeket egyesével készítik. Sablonok alapján kivágjuk az egyes elemeket, és akkor azt összeállítják, összeállítom, és hát úgy kerül be a kemencébe. Ez 800-820 fokon tulajdonképpen összeolvasztjuk a rétegeket, és hát egy egységes üvegtömböt kapunk. Az üvegkörtefa a főtér közepén áll majd, ami egyedi, ledes megvilágítást is kap az esti-éjszakai órákban. Július végén kezdik el felállítani a téren a fémszerkezetet, ezt követi a fénytechnika beépítése, végül augusztus elején jön az üvegezés és a rögzítés. Az üvegkörtefát augusztus 17-én avatják fel a főtér közepén. Világhírű ellenfelet fogadott szerdán az ONKC és az OFKS-e az Eötvös csarnokban. A dán top csapat a Viborg fiataljaira sokan voltak kíváncsiak, az orosháziak pedig méltó ellenfelek voltak, olyannyira, hogy minden meccsen le is győzték a dánokat. Ha elhangzik a Viborg név, mindenki tudja, hogy a világ női kézilabdájának egyik élcsapatáról beszélünk. Magyarországon közelebbről félegyházán edzőtáboroznak a Viborg utánpótlás csapatai, és nemrég némileg váratlanul érkezett tőlük a felkérés, hogy játszunk oda-visszavágós felkészülési mérkőzéseket. A mieink épp megérdemelt nyári szünetüket töltötték, ennek ellenére örömmel mondtak igent a felkérésre. Egyetlen edzés nélkül játszottuk a meccseket, de így is méltó ellenfelei voltunk a dánoknak, annyira, hogy minden meccsen le is győztük őket. Én azt hiszem, hogy semmit nem tudnak jobban, mint mi. Én úgy gondolom, hogy legalábbis amit itt én láttam, hogy a mi junior csapatunk az játsz azt, amit az Európában játszanak, a korszerűbb játékot, gyorsabb játékot, lendületesen fejezik be támadásokat. Ott azt látom, hogy vannak nagyobb darab játékosaik, akik valószínűleg majd, ha ezt megtartják, ezt a növést, vagy még erősebbek lesznek, akkor valószínű, hogy a magasabb osztályban jobban lehetnek használni, de így csapatszinten, vagy taktikai szinten semmit. Azt látom viszont, hogy a kapus képzésük az elég jó, mert a kapusaik azok mind a két korosztályban jól működtek. Az orosházi kézilabda délutánt az OFKS-e fiataljai kezdték, és szoros küzdelemben egy góllal győztek a dán srácok ellen. Ezután következtek az ONKC és junior lányok, és mit sem törődve a névvel, magabiztos, jó játékkal győzték le mindkét meccsen Viborgi kortársaikat. Természetesen a német Dóra által irányított U15-ös korosztály sem szeretett volna lemaradni a nagyobbak mögött, ők is rendesen oda tették magukat, és egy kicsit szorosabban, de hozták a győzelmet. Öröm volt látni a hazai győzelmeket, másrészt viszont talán a név miatt többet vártunk a világverő női csapat mögött növekedő utánpótlástól. Kedves nézőink, a híradó végén lássuk a legfontosabb híreket címszavakban. Csatornázás, változások a belváros közlekedésében. Átvállalták, 2,3 milliárddal csökkent a város adóssága. Új kapus, lezárult az átigazolás az OFKS-nél. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb orosházi hírek a Városi Televízió híradójában. Frissekkel kedden jelentkezünk, addig az aktualitásokat olvashatják az Orosz Cafén. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!